Az első föld 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az egész világban fontos változásokat hozott, szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember tért át az ökológiailag érzékenyebb életvitelre. A Föld napja célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, amelyet Magyarországon 1990 óta rendeznek meg. Ebből az alkalomból tartottak előadást a Rákóczi Zsigmond általános iskola órájában április 22-én. Nagy András geológus bemutatójából a diákok megtudhatták, hogyan keletkezett, milyen közetekből áll a föld. A tanulók a cseppkövek kialakulásával és bolygónk élővilágával a dinoszauruszok fejlődésével is megismerkedtek a Rákóczi Zsigmond általános iskolában megtartott Föld napja programon.